megvan az első falu Magyarországon, ahol közmunkások bort készítenek, közbort, vagy ahogy a palackon áll, közküvét. Sok helyen még csak tanulgatják, mire is lehet jó a közmunka. Nagyréde már az állam által finanszírozott munka utáni időkre készül. Az állam támogatásával szeretnének függetlenedni az államtól. M. Kis Csaba riportja. Csa! Gyertek vissza! A nagyrédei mangalicákat közmunkások hízlalják. Egyelőre 4 koca van, de már vemhesek. Most ezt tudni kell, hogy itt Nagyrédén már a közmunkaprogram az úgy működik, hogy itt már komoly szakterületek vannak. Egy másik szakterület a méhészet. Az önkormányzati méznek nagy keletje van. A harmadik a papírtéglakészítés. Ezzel, illetve ezzel is fűtik a közintézményeket, meg a rászorulóknak is jut belőle. A negyedik a kertészkedés, azaz fólia sátrakban és szabadon is zöldség és gyümölcs termesztés. Az ötödik az aszalás, saját készítésű berendezésen saját terményeket. Hatodik az idősek kertjének közmunkások általi rendben tartása, cserébe az önkormányzat a kertekben is termelhet közösségi zöldséget. Hetedik az alpesi kecsketartás. Mátra alján falu szélén őzikék helyett import kecskék legelnek, de a 8. ágazatban magyar sajt lesz a kecsketejből. Van még rongyszőnyegszövés és dekorpanel készítés is. Ja, és a 11-nek itt a közbor. A közmunkások szőlőt is művelnek, a közszőlőből pedig közbor készül, ami nem azt jelenti, hogy bárki ingyen ihatja, hanem azt, hogy a közküvé értékesítéséből befolyt pénz a települést gazdagítja. A közmunkaprogram révén azokat a józan paraszti ész által meglevő gondolkodásmódot veszi elő egy település, amely révén értelmes célokat tud adni az embereknek. Nem találunk ki mi semmi olyan dolgot, ami egy-egy település közösségében 10-20-30-40 évvel ezelőtt nem működött volna. Nagyréde a kifejezetten módos falvak közé tartozik. Több komoly vállalkozás működik itt, és a magánmezőgazdaság is jól teljesít. A munkanélküliség kicsi, ám itt is akad néhány olyan ember, aki szociális vagy mentális okok miatt segítségre szorul. Nem segélyre, segítségre. Ez a közösség problémája előbb-utóbb, hogyha sok olyan van, akit most el kell tartani a közösségnek, mert ugye arról beszélünk, akár honnan indulunk, hogy ez pénz. És nem mindegy, hogy a közösség pénzét, energiáját mire fordítjuk, illetve a foglalkoztatottak sem mindegy, hogy helyre billen az önértékelésük, ők is fontosnak érzik. Tehát olyan feladatot kell adni, amit elvégeznek, el tudják látni uzamosabb ideig, és az önértékelésük is helyre ezáltal. A Nagyrédét ölelő földek egy része évtizedekig gazosodott. Az állami földalap nem kezdett velük semmit. Az önkormányzatnak megvásárolnia nem, csak bérelnie sikerült. Csalán helyett most szőlőnő, itt terem a közküvé, mindenki örömére. A maradék susnyásban pedig boldogok a ridegtartású mangalicák. Nagyréde igyekszik túlnéni a közmunkaprogramon. Állami alamizsnát adó munkahelyet, valódi munkahelyet igyekszik teremteni a rászorulóinak. EU forrásból már meg is alakult egy szociális szövetkezet, ahol feldolgozni tervezik a megtermelt javakat. Nagyobb érték, nagyobb bevétel, több fizetés. Nem szemlélni kell, én most azt tanultam meg az elmúlt jó pár évben, hanem aktívan cselekedni és kihasználni minden olyan eszközt, amivel a település gazdálkodási önállósága javulhat. Hiszen ezek az értékesítések, ezek a közmunkaprogramból származó vagy más bevételek tulajdonképpen az államtól való függést csökkentik.